Na hello, sziasztok srácok, újra itt vagyok egy GTA 5-ös hát mod bemutató, végül is most jönnek autók, egy-kettőt kiválogattam, fogom mondani a nevét, ahogy letöltöttem. Én nem értek az autókhoz, az évjáratokhoz, stb. Én ahogy ide felírtam magamnak, úgy fogom mondani, ahogy letöltöttem. Negyik orogjágér. Na, az első autó. Wehile. Cars Pavner. Ezt már felírtam, okos voltam, a 19-es sorban van. Méghozzá a Stratum. Oké. Na gyerekek. Elvileg az én, ahogy én letöltöttem, ez egy 1975-ös GT500-as. Shelby GT500 gondolom én. Ilyen a modell, megpróbáljuk FPS nézetből is szépen körbenézni. Szerintem bitang jól néz ki, akárki akármit mond, kerék, rims, vagy mi a fasz magyarul, nem tudom. GT 500-as. Részletes, szép, gyönyörű. Nem tudom, hogy a eső effekt az vajon látszik-e rajta, kicsit este süt az esőt. Jó. Eső az nem látszik rajta, de kurva jól néz ki tény és valóan. Nekem nagyon betetszik, belső minden. Megnézzük gyorsan milyen belülről. Igen, kijelző, hát a belseje az nincs annyira kidolgozva, ahogy látszik. Erre még annyira nem mennek rá a készítők, hanem a külsőre. De működőképes az izéjé, az meg a sebességmérője. Az viszont nem rossz. Mert láttam olyan modot, ahol nem az. Egy kicsit megyünk vele. Úgy nézem, mintha nem lenne ablak. De van. Csak olyan tiszta volt, hogy... olyan tiszta volt, mint az állat. Nem mehetett kilőni. Na, vissza. Handlingje is olyasmi. Ne, jól megy egyébként. Nem rossz. Hangot gondolom nem adtak hozzá, nem tudom. Ő így látszik, hogy nincs a tégek. Ő szőkenő a volánnál. Egész fasza. Most azt nem tudom, hogy elvileg ezek a kocsikkal szoktak a tuning partokat hozzácsomagolni, úgymond. Ó, jó. Na. Megnézzük, hogy a random festésre mit művel. Paint random. Ja, hát igen, az szépen a csikot benne hagyja. De lehetünk akármilyen színűek. Az alapszín a legjobb, az tény és való. Rózsaszín, szép rózsaszín kell a lányoknak. Lövünk egy képet, hogy lássátok. Lehet vele száguldozni. Eleanor. Nekem nagyon jó. Nekem, ezzel szemben nekem nagyon tetszik, de tényleg nagyon tetszik, tehát... nincs vele nagy gond, mert egy jó Night Rider kéne, tudom, hogy van, de... nem a régi típus, hanem az új transzfájlmas kárja. Na nézzük meg, hogy Wehile, fixeljük meg. Seatbelt, lol. Strong wheels. Speed boost. Nem tudom mi az. Megfixeljük megint. Közben lehet festegetni. Kinek milyen szín, szimpatikus. Voltam fos szín. Feketét bezzeg nem adja vissza. Nem tudom milyen jó szín. Vannak likittó színek egyébként. Fehérben, hát csak így nem látszik a csík. Jó lesz a kék most. Úgy. Oké, és
Hát ez lett volna az 1975-ös Ford Mustang GT500. Mit akarsz az a gagyiddal, te hülye? És hát, mivel új autót fogunk mutatni, ezért ennek bevégezzük. Bármennyiszer le lehet kérni. Utcán is mászkált, mert ugye egy autót cseréltem levele, tehát bárhol találhatunk. Például a Stratum nevezetű autó, ami a GTA-ban alapból az. A Stratum, nem tudom az melyik. Hama kiégett. Ez ilyen szegény. Genyó vagyok. Na. Akkor. Jöhet a második, másik, más, se. Második autó. Ez pedig a Lamborghini Aventador nevezetű. LP700, lehet, hogy is az autó száma. Nem tudom. Keressük meg. Ez elvileg a 31-es sorba. Az Entorno cserélte le. Így van. Ez egy Lamborghini Aventador. Ez se néz ki szarul, mit ne mondjak. Jönnek a tűzoltók oltani. Fasza. Ha régóta fel akartam venni. Bocs, kicsit elvélázom. Figyelj, a trollok ott fotóznak. Te! Na, a rendőrbácsik elhatották, azt húznak a csába. A tűzoltó bácsik, bocs. Na, szóval itt a Lamborghini. Szerendrászos rendszám, ott zugorog a motor. Gondolom én. Nézzük meg ezt is belülről. Főfele nyílik az ajtó, ugyebár. Lamborghini. Ennek elég szépen meg van csinálva a belseje, ahogy nézem. Tök jó. Jé, megcsinálták visszapillantót, figyeled? Igaz, hogy gagyi minőségben van benne azért. Ez, amit a alap GTS autókban nem tudtuk megcsinálni, vagy még nem vettem észre, hogy azóta már van. Lamborghini található. Most külön át kéne szállni a csinálatokba. Ó, lehetem vele csapatni, gyerekek, olyan a handling-je. Hú, jó a handling-je, egész jó. Most megnézem, hogy a sima autóban jó a visszapillantó már. Hogy ez is csak egy mod nekem. Ez szerintem sima autó. Visszatép, a köcsög. Na! Nyugodt legyél, bazd meg. Hova ütöttem? Fasz. Meghalt már. Na, hadd nézem ennek az Audinak milyen a visszapillantója. Igen, nincs megcsinálva. Meg át neki a motoros segíteni. Bazd meg. Na jó. Lol. Jó. Na, vissza a mód bemutatóhoz, gyerekek. Szóval. Hova meg van csinálva a visszapillantó valamelyest. Ami kurva jó. Lehet fel ezt szágullani. Kanyarfék. Jó, hogy visszatörni is lehet, gondolom. Ugyanúgy. Ön úgy, ami vezet. Nem minden köszönjük. Hát, na, de most megyünk egy kicsit a külsőbe. Jó, már szakad lefele a hátulja. Jól lehet neki csapatni, na. Ide jól néz ki, gyerekem. Lehet vele. Elcsaptam majdnem egy bolcit, vagy mi volt az. Bambi. Passz. Igen, hát egy Lamborghini elszáll, tudjuk nagyon jó, hogy abból sok nem marad. De. Most csalunk. És megoldjuk. Megfixáljuk szépen. Nyomatunk rá valami más színt. Szintén rózsaszín lányoknak.
Na, ez például nagyon jó. Hú, és milyen kék lett a belseje. LOL. Hát vannak még vele hibák, hogy nézem. Sillogzások, mi ilyesmi. De ha valaki Lamborghini-vel akar száguldozni, az megteheti. Nagyon pengőz ki. Oda fölfele, aztán erre jöttem. Ja. És bevégeztetik ez is. Hú, de sokan parkoltak itt befele. Cső Lambó. Az már milyen színű. Kit Reader. LOL. Jó. Ez egy időgép lett. Valamiért. Lehet, hogy ebbe a típusba időgépre alakítottam a moddal. LOL. Jó, oké. Igen, a modozásnak vannak érdekességei, ezt mindenki tudja. Na. És akkor jöjjön a következő autó. Erre közben bejelölöm magamnak, hogy mik voltak. És jöjjön a Dodge. Na, azt a kurva. Dodge. Charger. Nem, ez volt a hibás, bocs. Jó, akkor menjünk tovább. McLaren P1-es. Ez a... Elkart, Pavner 36-os sorba lesz, a T-20-as. Igen. Igen, ez az McLaren P1 nevezetű ajutó. Tütű. Geci, jól néz ki ez is. Ennek viszont, ha jól rémlik, bugos az ajtaja. Mindjárt beszállunk. Nem bugos. Ez is főfele nyíló. Na szóval így fest a tütű. Ami elég fasza. Szép. Na most nézzük meg belülről. Wow. Ebből is megcsinálták már a visszapillantót. Hihetetlen. Igaz, mondom. Jó tetőzét. Passanger Airba Goff. Na, akkor menjünk egy kicsit vele. Ez is elég jól megy. Ahogy látjátok. Le! Mint a legúrba! Hoppám! Van egy kis csicsat kellene. Ja igen, a hátsó cucc kiemelkedik, szélterelő, vagy a rák a neve. Mikor egy bizonyos sebességet elérsz, felemelik, ilyen állat. Hatalmas. Visszamegyünk a kiinduló pontra. Ja, még ennek is meg kell nézni a színecskéket. Wow. Nézzünk színeket. Zöldbe is elég menő. Sárga. Hol vannak a lányok? Itt vannak a lányoknak. Hajrá, csajok! Ilyenbe lehetne nyomulni a komoly lánynak. Wow! Na srácok! Köszi a figyelmet! Remélem, hogy tetszettek az autók. Ezek az autók. Majd jövök többivel is. Időközben majd szépen töltögetek lefele, meg minden ilyen okosság. Remélem tetszett. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Sziasztok!